Most egy olyan étel következik, ami a hagyományos magyar fogások közül szerintem az egyik legmegosztóbb, talán még a tökfőzeléknél is megosztóbb, viszont igazi, macsó, pasikaja, görögburgert. A Lidlben képzeljék el, hogy ilyen teljesen konyhakész körmöt lehet kapni, sertéskörmöt, amivel az égvilágon tényleg semmit nem kell csinálni, csak megfőzni, ami azért megkönnyíti a dolgot. Kell hozzá, hát meglepő módon sertésköröm, nem nagyon más, amihez ugye egy ilyen klasszikus, teljesen sima pörkölt alapot fogok készíteni. Ugye a körömnél többféle főzési lehetőség van, hogyha teljesen hagyományosan készítjük, akkor simán lábosban, ugye nagyon-nagyon hosszú egyébként a főzési ideje, bőven egy olyan 2,5-3 és fél órát ugye elrotyog, viszont bográcsban, ugye kerti partiknál ez egy tuti jó bevált recept, és imádják, hát tényleg főleg a férfiak értelemszerűen. Na most a harmadik háziasszony barát elkészítési mód, az pedig a kuktában való főzés. Én a kuktát egyébként is nagyon szeretem, pontosan ilyen hús részekre, mint a köröm szerintem tökéletes választás, tehát itt nincs olaj, meg egyéb zsíradékok, itt rendes sertészsírt kell használni. De azt felolvasztjuk, utána rögtön jöhet hozzá a hagyma, jó sok hagyma, ugye a hagyma az, ami a pörkölteknek a szaftját adja, úgyhogy ezzel ne sporoljanak. Én már ilyenkor a hagymára rögtön az elején szoktam egy kevés sót tenni, akkor ugye kicsit könnyebben puhul, gyorsabban tudjuk dinsztelni. Jöhet a következő lépés, a piros paprika hozzáadás, összekeverjük. Én ilyenkor egy pici vizet szoktam hozzáönteni. Na, jöhetnek akkor szépen ezek az előkészített darabkák, só. Én egy kevés borsot is mindig szoktam hozzáadni. És akkor, hogyha ezzel megvagyunk, akkor jöhet rá a víz. Most jöhet hozzá, én szoktam beletenni egy paradicsomot, mondjuk különösen ilyenkor nyáron, amikor már azért ilyen finomabb, zamatosabb paradicsomaink vannak. Ugyanez a helyzet a zöld paprikával, úgyhogy ezt egyszerűen csak így hosszában félbe szoktam vágni, és mindenestül csumástól megy bele. Utána szépen lezárjuk, és kuktában tényleg olyan másfél óra alatt puhára is fő. Na hát másfél óra után, mert azért elég komoly illatok terjengenek ilyenkor a konyhában. Ugye főtt krumpli egyébként a hagyományos körete, ilyenkor nyáron szerintem ez lehet mondjuk új krumpli. Remélem, hogy ezzel a konyhakész köröm kollekcióval legalábbis kedvet kapnak hozzá, és megpróbálják otthon a férfiakat meg a pasikat lenyűgözni. Szerintem sikerülni fog. A körömpörkölthöz természetesen vörös bor jár, és a Lidl szakértője ehhez a klasszikus fogáshoz egy klasszikus bort ajánl, mégpedig egy Chiantit, ami tökéletesen kiemeli a pörkölt fűszereit. Ha önök is szeretnek kedveskedni a férjeknek, és bevállalósak, és tényleg meg fogják főzni ezt a körömpörköltet, akkor nyomjanak egy lájkot, további receptjeinkért kattintsanak a lidlkonyha.hu weboldalra, és természetesen várjuk önöket a YouTube csatornánkon is.